Már a taktikai felállás a hadrend eleve árulkodó volt, tartott egymástól mind a két bajnokesélyes élcsapat. Ezt jelzi, hogy mind a tamási, mind a bonyhádi szakvezető Jamme Haruna és Köllő Roland a szokásos négy, olykor három középpályás helyett ezúttal öttel állt fel. A gólt nem kapni elvét mindenek fölé helyezve. Ennél fogva egy viszonylag lassú játékot láttunk sokáig, s a középpálya átjátszása abból a szempontból, hogy gólhelyzetek is teremtődjenek az ellenfelek kapuja előtt, sokáig úgy 70 percig kilátástalannak tűnt, birkóztak rendesen egymással a csapatok. Tipikus egygólos meccs volt a tavasz első nagy rangadója, amit a pirosmezes bonyhád azért nyerhetett volna meg, mert az utolsó negyed órában egyértelműen jobb volt, fölényben játszott, gólhelyzeteket is kialakítottak. A tamási pedig azért nem örült az egy pontnak, mert a végjátékban volt két olyan nagy zicsere, ami a bonyhádnak nem, amely kontrákból bőven elvihették volna, ha értékesítik mind a három pontot bonyhádról. A legnagyobbat éppen Jamme Haruna, a csapat gólkirálya frontembere hibázta el az utolsó percekben. Az a baj, nem? Ez a védők fáradt voltak ezért. Igen, ezért éreztem. A középpályás nem tudtunk felmenni, csak a kontrába tudtunk ízérni. Igen. Rákérdeztünk a megyei gólkirály jelöltnél kihagyott zicserére is. Nehéz a félpályáig. Ezért futódni a labdával, a 16-os. Jó a kondíció, csak egyedül se elég. A bonyhádi játékosok szomorúan mentek az öltözőbe, és úgy érezték, nem egy pontot szereztek, hanem kettőt vesztettek. Az igazságos döntetlen eredmény született, küzdelmes mérkőzés volt. Szerintem ez a 0-0, ez egy reális volt. Remélem a nézők, a szurkolók jól szórakoztak. A Köllő Roland edző látott előrelépést az elmúlt hetek olykor akadozó támadó játékát alapul véve egy komoly védekező csapat ellen. És a hozzáállás a küzdőszellem ezúttal azt hiszem mindenkinél maximális volt. Ma sem volt igazából jó, de ma szívüket, lelküket kitették a pályára. Az, hogy ez mire lesz elég, ez a döntetlen, nyilván a bajnokság végén ki fog derülni. Jövő héten megyünk Tolnára. Nyilván, hogyha ott nyerünk, akkor mi nagyjából letudtuk a rangadókat. Én azt gondolom, hogy ez a döntetlen a Tamási ellen még értékes is lehet. Nyilván mindenki szeret nyerni, azért is jöttek le a srácok ilyen bosszusan, mert sportemberek és szeretnének nyerni. A listavezető Tamási ereje elsősorban az afrikaiak helyezkedésében, rutinjában, gyorsaságában rejlik. Négyen vannak a keretben, Yondo Ato, Haruna és a télen érkező Oyedi. Ez jó, nekünk tulajdonképpen egyszer csak három lehet a pályán, csak az a baj. Jó lenne négyen, de most így nem tudunk semmit csinálni. A harmadik bonyhád 5 pontos hátrányban van a Tamásival szemben, de egy meccsel kevesebbet játszott. A második tavasszal nagyon bekezdő, győzelmet győzelemre halmozó Tolna már csak 1 ponttal gyűjtött kevesebbet a Tamásinál. Bizony ekkora harc még nem volt mostanában Tolnában a megyei első osztályú bajnoki címért labdarúgásban.